Az édesanyja és az édesapa a szegedi Vadasparkban berendezett családi lakban, ők pedig a féltve őrzött kicsinyek. Ez az első magyar foltos hiéna család. Ugye 5 hete születtek foltos hiénak ők a szegedi Vadasparkban. Ez rendkívül érdekes esemény, hiszen Magyarországon ők az elsők, akik meglátták a napvilágot ebből a fajból. Átkettőben nagyon kevés helyen tartják ezt, tehát összességében 61-et van Európában. Nagyon fontos ennek a fajnak is a megmentése, hiszen bár még nem védett nemzetközi szinten az állat, de mindenképp tudni kell, hogy Afrikában az egyed szám nagyon folyamatosan csökken. A kölykök nemét még nem állapították meg, mert ahhoz egy bonyolultabb genetikai vizsgálatot kell elvégezni. Először csütörtökön vizsgálták meg a kölyköket, vért és szőrmintát vettek a szakemberek, oltásokat kaptak és regisztrálták a súlyukat is. A nagyobb 5, míg a kisebb 4 kilós. A legtöbb ember csak keveset tud a hiénáról, sokan például azt hiszik, hogy sutább hátsó lába miatt nem jó vadász, pedig ennek éppen az ellenkezője igaz. Ugye az Oroszlán Király mesefilmben egy kicsit negatív szereplőként tették föl, tudjuk azt, hogy egy rendkívül ügyes vadász egyébként, tehát nem csak dögevésből él, nem egy buta állat, ahogy ezt sokan lefestik, hanem egy rendkívül okos, jól vadászó, jó felszerelt, jól összehangolt csapatban vadászó állatról van szó. És ezért is fontos nekünk, hogy ezt a fajt tartsuk és bemutassuk az embereknek. Mivel a kölykök nevét még nem tudni, így nevük sincs. A Vadaspark azt szeretné, hogy a látogatók javasoljanak neveket, azaz milyen néven szólogassák majd a gondozók a kis négylábúakat.